Thank you.
Mondjatok, hogy tetszett ez a mai koncert. Hát nagyon szép volt. Végtelenül hálás vagyok, és örülök, hogy meghallgattam itt Pesten a Mise előadását, és köszönöm a nagyszerű muzsikusoknak, énekeseknek, karmestereknek és mindenkinek, akinek ebben a nagy munkában részve volt. Köszönöm a Máton István nevében, mert ő már 20 éve nincs közöttük, úgyhogy kénytelen vagyok ezt helyette én megmondani. Na most én szeretnék még valamit elmondani, ha érdekli önöket. A Mise keletkezéséről mondjam? Igen. Szóval Máton István még gimnazista volt az, amikor hát egy nagyon tehetséges zongorista volt, és erre a zenei pályára készült, és ő elhatározta, hogy valami nagyot fog alkotni. Hát hozzá is kezdett, és megírta a misét. Na és aztán közben ugye hát tertek az évek, vége lett a háborúnak, és ő Munkácson élt, és a munkácsi fiatalok elhatározták, hogy ők bizony elő fogják adni ezt a misét. Elő is adták a munkácsi Szent Márton székesegyházban. Óriási siker volt, és óriási botrány, mert mondták nekik, ha még egyszer előmerik adni ezt a misét, akkor börtönben lesz a helyük. Úgyhogy a misét muszáj volt eldugni, és egészen 45 évig elő se vették. És bizony nagyon nehezen találták meg, mert közben annyi minden történt nálunk, meg mindenütt a világon, ugye? Na és hát, szóval, hát egy nagyon szép mű, még most is azt hiszem, hogy nagyon szívesen hallgatjuk mindjárt, és nagyon meghatóan szép. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen örömet szereztek nekünk, és ezt a gyönyörű művet is ilyen szépen, nagyon szépen meghallhatjuk előadtak nekünk. Hát hálás köszönet a Márton István nevében. Köszönöm szépen.